Üdvözlem a Blikk olvasóit, illetve követőit, ismét egy live-val jelentkezünk, méghozzá nem is akárhonnan, és nem is akár kik társaságában vagyunk. Picit fordulunk a kamerával, Malek Andrea. Szia, Szia! Üdvözöllek. Én is titeket, sziasztok! Igen, itt dupla mikrofonban vagyunk, illetve Jáger András. Sziasztok, hello! És a hátunk mögött áll a Solistic nevű zenekar, akiket majd azért bemutatod őket? Abszolút, Balog Roland gitár, Radics Márk dob, és itt mellettem Pluto Horváth József basszusgitár. Hát sziasztok, hát köszönjük szépen a meghívást, és igazából most akkor Andihoz fordulnék egy pár szóval, hiszen utoljára, amikor mi találkoztunk, akkor a TV2 színpadán éppen levetted a panda jelmezét, illetve a pandának a maszkját, és akkor te voltál alatta, senki nem találta ki, illetve hát nagyon nehéz volt kitalálni, hogy te is vagy alatta, úgyhogy azóta nem nagyon hallottunk rólad, illetve nem, én speciál nem találkoztam veled, gondolom a Blikk olvasó is így vannak, hogy meg kell, hogy kérdezzem, hogy mi történt veled az elmúlt időszakban. Hát igazából az, ami a többi kollégával, igazából hát a jobban rosszban eltekintve, mert az ma lesz a tévében este, semmilyen különösebb művészi feladatom nem volt, viszont anyai és női feladatom rengeteg, tehát hogy remekül főzök például most már, és azért gyakoroltam és olvastam, tehát hogy felkészültem erre a következő combos időszakra. Igen, és a mai nap különösen érdekes számunkra, illetve számotokra, hiszen egy kicsit azért most kinyílt a világ itt a zenészek előtt, hiszen ugye olyan rendelkezések léptek életbe, oltakozzatok, mindenki oltsa be magát, mert hogy az oltásoknak köszönhetően megnyílt a lehetőség, hogy most már lehet zenés rendezvényeket is tartani, és ennek megfelelően június 4-én, ugye? Igen. Június 4-én Malek Andrea és a Solistic zenekara egy 20 fellépésből álló koncert sorozattal indítja meg a nyarat. Mondanál erről nekem egy pár szót? Igen, ez egy 20 állomásos gospel turné, ez az új projektunk, ahol a hitről, az örömről és Istenről énekelünk, de ugyanúgy soul, jazz, funky stílusba. És tavaly kaptunk erre az Ember Erőforrás Minisztériumától egy támogatást, uh-huh. és 5 koncertet sikerült akkor megcsinálni, és aztán utána bejött ez a pandémia, abba maradt, és most folytatjuk a hála Isten a többi 15 koncertet, és ennek az első koncertje a Városmarói Szabadtéri Színpadon lesz június 4-én. Sok szeretettel várunk minden zenészt, és gospel rajongót, és jazz rajongót, és minden jó embert. Igen, ahol Andi énekelni fog, te pedig a zongorát. Zongorázni fogok, igen. És én írtam a zenéket is, a zenéket, az Andi pedig a szövegeit. Andi, ti 2016 óta dolgoztok együtt, illetve azóta is ismeritek egymást Bandival, vagy pedig a barátság az régebbre nyúlik vissza? Azóta, de azóta szinte teljesen, attól kezdve valahogy nagyon úgy egymásra találtunk, hogy annyi minden dolog volt, amit ő is szeretett volna megcsinálni, meg én is szerettem volna megcsinálni, és ezek így előkerültek, és egyik nagy flash a másik után. Tehát, hogy ez egy nagyon... nagyon komoly találkozás, ugye, például ez is úgy jött létre, hogy ő már írt dalokat, sok gospel dal dicséreteket, én pedig mindig szerettem volna énekelni, csak nem mertem meg, hát gondoltam, hogy jövök én ahhoz, pláne szöveget írni hozzá, mert ez egy komoly dolog, és nem divatból csináljuk, hanem tiszta szívből. Azon kívül a mi szakmánk az egy szakma, az egy mesterség, tehát hogy ez nem lehet úgy, hogy kitalálok valamit, és lehet úgy, csak az nem a mi formánk, tehát mi művészettel foglalkozunk, és itt, aki itt van az, ebben a teremben, az mind sok-sok súlyos évtizedeket fektet abba bele, hogy ez úgy szóljon, ahogy szól. És ez egy állandó folyamatos munka. Hát igen, és szól, az a szól, szól, hát igen, szól a zenét nem lehet Isten nélkül, mert hát tőle olyan az a természet fölötti dolog a zene, és mi ezt próbáljuk most visszaadni, hogy a zene hitáltal, hogy ez egy cél, hogy nem csak az egyszerű emberekhez, hanem a művész világhoz is, hogy megmutatnia, hogy ez Amerikában van, hogy ez a tehetség, ez tényleg föntről való. És amikor muzsikálunk, az egy természetföldi dolog, az nem csak úgy van, hogy most leül az ember, és hát ezt a jó értelemben való spiritualitást szeretnénk bemutatni a zene által az embereknek. De azt el kell mondani, hogy ugye van egy másik projekt, mert amikor elkezdtük, akkor ezt a népdalos, jazzes
feldolgozásokat csináltuk, ami továbbra is fog folytatódni, hála Isten, abból is lesz sok koncert. De ez egy külön projekt, ahol csak gospeleket játszunk, saját magyar nyelvű gospelt. Igen, ez egy nagyon egyedülálló dolog lesz, és maradjanak itt velünk a Blik olvasói, illetve követői, hiszen mindjárt zenélünk, és meghallgathatjuk, hogy milyen is ez a magyar gospel, hiszen hogyha belegondolok, akkor nekem mi jut első körben eszembe? Ugye a nagyívű templomok, amiben a fekete bőrű énekesek, illetve énekesnők éneklik a gospel, de semmiféleképpen nem magyarul, tehát csak és kizárólag az angol nyelv köthető hozzá, úgyhogy éppen ezért ez egy nagyon különleges dolog lesz, és a lelkünknek feltöltődés, és ez lenne az üzenete is a ti részetekről is, hiszen az elmúlt pandémiás időszakban azért az embereknek nem volt lehetőségük sem szórakozni, sem feltöltődni, úgyhogy ez egy igazi léleksimogató zene lesz. Én szerintem át is adom most a lehetőséget nektek, hogy megmutassátok, hogy mit is tudtok, és akkor június 4-én a Városmajori Szabadtéri színpadon lehet titeket majd látni, és még utána több koncertturné is következik. Úgyhogy akkor adjuk is át a helyet és a teret a zenének. Köszönöm. Köszönöm én is. Össze-vissza nyomkodom, hogy hogy kell. Lehet szerintem.
volt. Én úgy mérem egyébként a jó zenét, hogy kiráz a hideg. Igen. Tehát így végig szalad a hideg a liba bőrakaromon. Gondolom egyébként ezzel a Blik olvasói és követői is hasonlóképpen vannak, hogy amikor megérinti egy zene őket a lelkükben igazán mélyről, akkor úgy végigfut egy ilyen borzongás rajtunk, hiszen ez az, amiről beszéltünk, hogy ilyenkor érinti meg a zene a lelket, és ez nagyon fontos, mert igen, nagyon fontos a töltődés. Viszont azért, mivel mi itt mégiscsak a Blik vagyunk, egy kis kulisszatitkot azért megkérdezek tőled, hogy mondtad, hogy nagyon sokat főzöl otthon, illetve a gyerekekkel vagy, tehát egy picit elkanyarodunk a zenétől, és utána majd megint visszakanyarodunk búcsúzásképpen a zenéhez. Mi a kedvenc ételük a gyerekeknek? Ezt azért elárulod nekem? Hát a lazanya. Oh. A lazanya egyértelműen ez a favorit, csak most én se találkoztam velük olyan nagyon sokat, mert tudod, nekem nagyon nagy fiam van, igen, 23 és 27 évesek, és a kislány az 10, és hát amikor jönnek, akkor egyértelműen egy ekkora lazanyát, de rendes olasz bolonyai, vagyis hogy mit nem, szóval rendes szósszal meg minden. Én csinálok benne mindent, jó, a tésztát nem, de amúgy, szóval az nagyon finom. Ezek szerint a fiúk is kóstolták, mert... Csőben csirkét csináltam, nem? Vagy csőben csirkés penné. Az csirkés penne volt, nem? Az is finom. Én már láttam belőle, és kíváncsi. Én is nagyon szeretem az anyát, meg hát az olasz, mindenféle olasz ez nekem a favorit. Akkor jó, Bandi azt mondja, hogy már ő is evett Andinak a főztjéből, és akkor ezek szerint Andi nagyon jól főz. Várod már egyébként, hogy ez a koncertturné elinduljon, elkezdődjön? Buta kérdés, ez nyilvánvalóan melyik zenész nem várja, hogy színpadra léphessen, de azért ugyanakkor ez most a pandémiás időszak miatt egy eléggé stresszes időszak is lehet, hiszen sok idő után újra színpadra állt. Igen, hát ennek a lelki része az megvan, de a fizikai része azt azért megviseli az embert, hogy nem, nincs, nem éneklek, azt nem tudom másra pótolni, csak ha ott állok a színpadon. Tehát ez egy gyakorlat, amit az ember újra föl fog venni. Ez az egyik része, a másik az, hogy remélem, hogy ez, bízom benne, és nagyon hittel megyünk neki mind a ketten a Bandival, hogy eljönnek az emberek, tehát elmernek jönni most már, és nem félnek attól, hogy mi lesz, hanem egyszerűen eldurran az agyuk, hogy olyan meleg van, és menjünk el valahova, és ez nagyon szép zene, ez nagyon érdemes szerintem. Otthon szoktál énekelni egyébként, mert így most mondod, hogy hát azért persze a zene az gyakorlás, és a hangszalagokat is edzeni, és gyakorolni kell, edzeni kell, hogy otthon szoktál énekelni? Hát persze, hogy szoktam. Régebben azért ez nem volt annyira jellemző, többet ültem az autóban, mint otthon voltam, és akkor az autóban énekeltem. De most már otthon összeszereltünk egy kis stúdiót, és akkor tudom én is kontrollálni magam jobban. Mert ez egy másik műfaj, mint ahogy mondtam az előbb, hogy ez nekem ilyen szempontból új műfaj, mert annyi minden más, mint színházban énekeltem, és az egy másfajta kifejezésmód, egy másfajta dolog. Ez meg finomabb, és sokkal precízebb. Na. Mennyit gyakoroltok egyébként most így a koncert turné kezdete előtt, mennyi gyakorlásra van szükség? Hát figyelj, oda megyek a mikrofonnal hozzá. Egy év óta, most ez az első próba, képzeld el, hogy idáig szinte nem is találkoztunk, de persze ez az időszak alatt is volt a zenével foglalkozás, mert felvettünk egy anyagot, meg volt ilyen raktárkoncert, de hogy ez az első próba, képzeld el, és hát még szerintem lesz kettő mindenképpen a Városmajori után, és akkor utána pedig már nem lesz idő, mert minden hétvégén utána játszunk. Utána majd belejöttök a abszolút. De nekem például nagyon furcsa az, hogy játszani kell, mert tényleg az ember elszokott magába attól a ténytől, hogy most fel kell lépni, most újra, nem tudom, be kell menni a tévébe. Mert úgy a zenével minden nap foglalkozok, meg írom a dalokat, meg hangszerelés, stb., de hogy magába, ez is nekem furcsa volt, de viszont az a nagy dolog, hogy összejöttünk, és ugyanott folytattuk, ahol vajtuk, és hogy minden ugyanolyan, abszolút nem, Rolika? Megkérdezzük Rolandot is. Nem csak, hogy minden ugyanolyan, hanem szerintem 100-szor jobb érzés most játszani azokat a dalokat, amiket eddig már bejátszottunk, mert nyilván egy idő után, hogyha turnéban van egy zenekar, akkor nem azt mondom, hogy unalmassá válik, de hogy megszokottá válnak a dalok. Viszont most azok a megszokott dalok, amiket eddig játszottunk, én úgy érzem, hogy van egy különleges plusz varázsa, amitől még jobban tudunk egy az, hogy Istenhez fordulni, a másik pedig az, hogy egymás között sokkal még erősebben működik, úgy érzem, most ez a kapocs. Meghittem. Igen, és sokkal jobban tudunk egymásra figyelni, és bensőségesebben játszani. Úgyhogy nagyon örülünk.
Én is nagyon örülök, hogy itt lehetünk. Remélem a Brik olvasói is élvezik, és tetszik nekik, és akkor még egy dal erejéig itt maradunk, és utána elköszönünk, illetve most elköszönök tőletek, hiszen most van alkalmam a Brik olvasóitól, illetve követőitől elköszönni. Holnap Siófokról jelentkezünk egyébként, tehát lesz még itt live. Most viszont átadom a terepet Andinak, a szolisztiknak, és a zenének természetesen. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy szépen itt lehettünk. Sziasztok! Maradjatok velünk! Thank you.
Sziasztok! Június 4-én Városmadrid szabadtéri színpadon várunk mindenkit sok szeretettel!